Ez a heti hírmix, az Ultrahang heti nemzetközi hír összefoglalója. Szép napot, Túróceri Hárt vagyok. Mielőtt belekezdenénk, arra kérjük, hogy iratkozzon fel az Ultrahang Plus csatornánkra, ahol napi nemzetközi hír összefoglalókat hallhat tőlünk, és az én csatornámra is. Ott már nem sok kell a tízezerhez. Minden feliratkozás, minden segítség jól jön. Mindkettőz a linket megtalálja leírásban. Köszönjük! Vasárnap lezuhant az iráni elnök Ibrahim Raisi helikoptere Iránban. A fedélzeten vele tartózkodott mások mellett Irán külügyminisztere is, Hussein Amir Abdullah is. Akkor, amikor ezt az anyagot készítjük, vasárnap 19 órakor az iráni sajtó szerint még nem tudni, hogy túlélték -e a balesetet. Az iráni Merhír ügynökség jelentése szerint a helikopter kényszer leszállást hajtott végre Varzakán környékén, Irán kelet az Erbájzán nevű tartományában ködös és kedvezőtlen időjárási viszonyok között. Irán az a szomszédos területén az eriek élnek, és két tartomány is viseli az Azerbajdzsán nevet, a nyugati és a keleti. Az eset helyszíne hegyvidéki, nehezen megközelíthető terület, amely jelentős kihívások elé állítja a mentőcsapatokat. Térerő ott nincs. Több mint 40 mentőcsapatot küldtek a helyszíre köztük a Vörösfélhold, a katonaság és egy milícia egységeit is. Az erős köd és az eső miatt a mentési műveletek igen lassan haladnak, és a helikopterek nem tudnak felszállni, hogy nehogy úgy járjanak, mint az elnök gépen. Így a mentést gyalogosan kell végezni egy elképesztően nehéz területen. A hadsereg is bekapcsolódott a keresésbe, három drónt és több speciális keresőegységet küldtek a területre. Eddig azonban még egyszerűen nem találták meg a helikopter pontos helyét. Az időjárás előrejelzés szerint az esőzés és a köd sötétedésig kitartott. A helyi lakosok és országszerte a mecsetekben imádkozók az elnök és kísérete egészségért imádkoznak, az iráni sajtó szerint. Amikor ezt felveszem, immár négy órája nincs információ és a többiek állapotáról, ami egyre csökkenti az esélyét annak, hogy az utasok túlélték a balesetet. A héten történt a szlovák miniszterelnök elleni merénylet is. A vasárnapi friss hírek szerint Robert Fico már túl van az élet de az állapota még súlyosnak minősített. Több munkatársa is csodáról beszélt. Közben Matus Sutály és Tók szlovák miniszter vasárnap azt mondta, hogy az elkövető Juraj Cintula, az új nyomok alapján nem magányos elkövető. A merénylet után két órával a Facebook előzményeit valaki törölte. Ő viszont nem lehetett, hiszen azonnal letartóztatták. De a felesége sem, mivel a házukban a letartóztatás után gyorsan házkutatást tartottak a szlovák hatóságok kedden és szerdán is a legmagasabb szintű tanácskozásokat tartják majd Szlovákiában. Például a pártok között is szeretnének egy békéltető találkozót összehozni. Addig is Szlovákia teljes vezetése a hétvégén is talpon van, valamint a rendőrök is látványosan jelen vannak a szlovákiai utcákon. Minden megszólaló arról beszél, hogy mindent el kell követni a szlovák társadalom békéjéért, és kiemelten védeni kezdték a közfeladatot ellátó személyeket, illetve a politikusokat is az ország egész területén. Emellett a szlovák médium Munkatársainak is jelezték, hogy a hatóságok odafigyelnek rájuk, és minden erővel azon vannak, hogy megakadályozzák újabb támadások vagy provokációk elkövetését. Vladimir Putin orosz elnök pénteken Kínában Harbin városába látogatott, ahol a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy bár a látogatás hivatalos jellegű volt valójában, egy teljes munkanapot töltöttek együtt Xi Jinpingnel és kollégáival, számos témát megvitatva. Putin hangsúlyozta, hogy a világ jövője ugyanaz egész emberiségtől függ, de Oroszország és Kína fontos részei a modern civilizációnak, amelyek saját elképzelései szerint fejlődnek, és ez hatással lesz a többi partnerre is a bolygón. Az ukrajnai helyzet kapcsán Putyin elmondta, hogy az orosz hadsereg Kárkov irányában végrehajtott műveletei, válaszlépések az orosz határmenti területek, például Belgorod elleni ukrán támadásokra. Az orosz elnök azt is elmondta, hogy jelenleg nincs terv Kárkov elfoglalására, céljuk egy biztonsági zóna létrehozása. A nyugati szankciókat Putin tisztességtelen versenyként értékelte, és nem az ukrajnai események vagy az orosz-kínai kapcsolatok erősödésének következményeként. A svájci békekonferencia kapcsán szkeptikus volt, mondván, hogy az ilyen események célja gyakran az, hogy a résztvevők egy előre meghozott döntést próbáljanak rákényszeríteni Oroszországra, de ilyen fejlemény nem fog bekövetkezni. Moszkva továbbra is kész a tárgyalásokra, de nem fogad el olyan feltételeket, amelyek Oroszország számára elfogadhatatlanok. Az Ukrajnára vonatkozó békeformulás amelyek, idézem az orosz elnököt, kívánságokon alapulnak, nem pedig a valós helyzeten lehetetlen megvitatni. Oroszország számára Zelenszkij legitimitásának kérdése fontos. A sorsdöntő dokumentumokat legitim hatóságokkal kell aláírni, mondta az ukrán elnök hamarosan lejáró mandátumáról Putin. Az orosz elnök éppen Kármében fejezte be az első külföldi látogatását újraválasztása után, Kínában, ahol két napot töltött. A látogatás során találkozott Xi Jinping kínai elnökkel és más vezetőkkel, aláírt több dokumentumot, részt vett közös rendezvényeken és ismertette a jövőbeni terveket. Az első napon az államfők négy szem köztárgyaltak, majd a delegációk tagjaival kötetlen környezetben beszélgettek. 12 dokumentumot írtak alá köztük egy átfogó közös nyilatkozatot. Putin találkozott Li kínai kormányfővel is. A második napon azért Kárménba látogatott az orosz elnök, mert ez egy különleges jelentőségű város a két ország kapcsolatában. Karbint 1898-ban orosz telepesek alapították. Itt virágzott fel az orosz emigráció központja Kínában, a bolsebik elnyomás elől menekülő nemesek és fehér gárdisták révén, és a mai napig sok etnikailag orosz él Kínában, aki már eleve kínai állampolgárnak született, mivel az ősei oda emigráltak. Putyin virágot helyezett el a szovjet katonák emlékművénél, akik észak-kelet-kína felszabadításáért estek el a harcokban. Ezt követően han Cheng kínai alelnökkel együtt részt vett a 8. orosz-kínai Expo és a 4. kétoldalú regionális együttműködési fórum megnyitóján. Han kiemelte, hogy az Expo jelentős platformá vált a kétoldalú gazdasági együttműködés előmozdításában. Han szerint a közös munka három fő prioritása, a kereskedelem növekedési tendenciájának erősítése, a régió közi kapcsolatok aktivizálása, valamint az új területeken való együttműködés, mint az okos városok, a tudományos technológiai innovációk, a digitális gazdaság, a zöld fejlődés és az egészségügy. Putin dicsérte Harmin fejlődését és emlékeztetett a város közös történelmére. Elmondta, hogy Oroszország üdvözli a kínai vállalatok helyi gyártási szándékait és hajlandó gazdasági kedvezményeket, támogatást és hozzáférést biztosítani különleges orosz technológiai bázishoz és magas képzettségű szakembereihez. Az expo orosz termékek vásárát is megszervezték, ahol több mint ezer különböző termék volt kapható. Putyin meghívta partnereit a 9. keleti gazdasági fórumra, amely ősszel lesz Lagyvasztokban. A ceremóniális eseményeken túl Putyin és Han két oldalú tárgyalásokat is folytattak. Han gratulált újra és biztosította, hogy Kína elkötelezett a közös célok megvalósítása mellett. Putin kiemelte a közös történelmi alapot és a második világháború során kialakult testvéri kapcsolatokat, amelyekre a jövőbeli együttműködést is építik. Putin ellátogatott a Harbini Műszaki Egyetemre, ahol megtekintette az egyetem múzeumának kiállításait, beleértve egy robotkart is, amelyet az űrben való használatra fejlesztettek. A hallgatókkal és oktatókkal való találkozó során Putin ajándékot is kapott, egy albumot az egyetem építés szovjet szakemberekről. Kína részéről kifejezték szándékukat az űrkutatási együttműködés folytatására, például közös zászló kitűzésre a Marson. Putin pozitívan reagált erre az ötletre, hangsúlyozva, hogy mindkét ország jól kiegészíti egymást az űrkutatás terén. Brazília elnök elüláll biztosan nem lesz ott Svájcban a béke konferencián. A brazil kormány arra a következtetésre jutott, hogy az államfő részvétele nem szükséges, mivel a konfliktusban érintett mindkét fél nem lesz jelen a csúcson. Dél-Afrika elnöke Ramaphosa szintén nem akar elmenni Svájcba, hasonló okok miatt. Oroszország több területet foglalt el, mint amennyit Ukrajna felszabadította 23-as ellentámadása során, írja a Washington Post. Oroszország elmúlt hetekben elért eredményei széles földrajzi területen feszítik meg a ukrajna hadseregét. Oroszország több pontot is célba vette a 600 mérföldes frontvonal mentén Ukrajnában, előre nyomulva az ukrán hadsereg ellen, amely további csapatokra és fegyverekre vár az amerikai lap szerint. Az elmúlt napokban egy orosz offenzíva Ukrajna Kharkivi több ezer embert tűzött el otthonából. Néhány evakuált szerint ez a támadás még erőszakosabb volt, mint az első, írja az amerikai lap. Az orosz hadsereg délebre is előrehaladást ért el. Szintén a Washington Post egy másik cikkében már arról ír, hogy az ukrán fegyveres erők katonáinak Stalin termináljai egyszerűen leálltak az orosz csapatok Kharkov elleni offenzívájának napján. Az amerikai lap arról számol be, hogy május 10-én reggel a kommunikáció a drónokkal egyszerűen megszűnt, minden jelet elvesztettek, és az egységparancsnok kijelentette, hogy egyszerűen teljesen megvakultunk. A korrupció Ukrajnában továbbra is az egyik legmagasabb Európában a vesztegetés gyakori, a védelmi minisztériumban pedig túl magas árat számolnak fel az állami beszerzéseknél, áll a Pentagon főfelügyelőjének Robert Storchnak a május 16-án megjelent jelentésében. Az erről szóló rész a Pentagon honlapján elérhető jelentésben így hangzik, idézem. Az ukrán kormány lépéseket tette a közférában tapasztalható korrupció elleni küzdelem értekében, de továbbra is akadályokkal szembesül az átláthatóság terén. Az Oroszországgal folyó háború új lehetőségeket teremtett a korrupcióra, beleértve a vesztegetéseket, visszaéléseket és a Védelmi Minisztériumban a beszerzési költségek felülárazását, különösen a titkosított szintű vásárlások esetében, ahol korlátozott az átláthatóság. Az amerikai kormány folytatta a technikai segítségnyújtást és a képzést az ukrán nyomozók és ügyészek számára. Ezek az ügynökségek több személyzetet vettek fel, és több vádemelést hajtottak végre a negyedév során, áll a jelentésben. Az ukrán nova szerint Zelenszky kijelentette, hogy az Egyesült Államok által Kiev számára biztosított pénzeszközök nem Ukrajnába kerülnek, hanem azokat valójában az amerikai gazdaságba fektetik be. Idézem. Ezek az összegek nem Ukrajnába kerülnek. Az amerikai gyárakra, az amerikai munkahelyek teremtésére költik el őket. Mi nem csak a szabadságunkért harcolunk. Ha nem lenne Ukrajna, akkor egy másik országra költenék, válaszolta az elnök az ABC News újságírójának, aki megjegyezte, hogy sok amerikai aggódik az Ukrajna támogatására fordított pénzösszegek miatt. Anatoly Seri ukrán újságíró részletes elemzést készített Kharkov városának orosz támadása kapcsán, különösen az ukrán vezetés szerepéről a vételem hiányában. A videó az orosz nyelvű YouTube tartalmak között az egyik legnépszerűbb. Kevesebb, mint 24 óra alatt másfél millióan látták. Sherry szerint már januárban lehetett tudni, hogy valami nagyobb dolog készül Harkav ellen. Az orosz csapatok felkészüléséről szóló hírek először brit újságírók által kerültek nyilvánosságra. Az ukrán kormány kezdetben tagadta az orosz támadás lehetőségét, és orosz dezinformációs kampányként értékelte a híreket. Egyes ukrán beszélőfejek addig merészkedtek, hogy azok a nyugati újságírók, akik ilyesmiről magyaráznak, valójában csak az orosz dezinformációnak tesznek szolgálatot. Azonban már márciusban orosz belső források is arról számoltak be, hogy Oroszország támadást tervez Kharkov felé. Saré részletesen bemutatta, hogy az elmúlt fél évben milyen cikkekben és más anyagokban, hogyan és miket mondtak az ukrán döntéshozók a Kharkov közeli védelmi vonalak kialakításáról különösen azokat a politikusokat vette elő, akik szerint a védelmi alapok eltulajdonításában vettek részt. A videóban részletesen taglalja, hogy a védelmi vonalak, amelyeket az ukrán kormány bejelentett és a sajtónak megmutatott, a gyakorlatban nem léteznek. Az ukrán védelmi struktúrák csak látszatra épültek meg, és a valóságban nem nyújtanak valódi védelmet a város számára. A Kharkov közeli védelmi vonalakra elkülönített pénzt egyszerűen ellopták. Sari konkrétan megnevezte Kirill Timoshenkát, az elnöki hivatal helyettes vezetőit, mint felelőst a patyomkémonalak kiépítéséért, amelyek valójában nem léteznek. Az állítólagos erődítményeket bemutató propagandaanyagok hamisak voltak, a helyszínen csak gödrök találhatók. Ezután egy olyan orosz katonai videót mutatott, amelyen látható, hogy a Kharkov felé tartó orosz erők egy útszakaszon mindössze három herbatag, úgynevezett sárkányfoggal találkoztak. Volodymyr Zelenszky ukránának többször is ellátogatott a Kharkov melletti védelmi vonalakra. Az ukrán sajtóban megjelent cikkek és videók tanúsága szerint tavaly novemberben és idén áprilisban személyesen is jelen volt, és azt állította, hogy a védelmi rendszerek erősek és jól felkészítettek. Azonban Sherry szerint ezek az állítások valótlanok, mivel a védelmi vonalak nem nyújtanak valódi védelmet, mint az látható, amik voltak, azok látszatintézkedések, és a papíron erre fordított pénzt valójában ellopták. Az ukrán katonáknak a frontvonalon saját maguknak kellett ki az árkokat és védelmi struktúrákat, erről maguk az ukrán katonák is töltenek fel videókat. Az orosz csapatok előrenyomulása Kharkov irányába egyre intenzívebbé válik. Szerint információi szerint az orosz stratégiai cél nem Harkov megsemmisítése, hanem a lakosság megijesztése és elűzése, hogy minél kevesebb áldozat legyen, aztán a város stratégiai pontjainak elfoglalása. Az ukrán hatóságok beleértve a hadsereget is nem tudtak megfelelő védelmi vonalakat kialakítani, ami megkönnyítette az orosz előrenyomulást. Sherry felhívja a figyelmet arra, hogy az ukrán vezetés nem készült fel megfelelően a támadásra, és nem evakuálták időben a lakosságot a veszélyeztetett területekről. Az ukrán kormány elmulasztotta a megfelelő védelmi előkészületeket, és a korrupció csak tovább súlyosbította a helyzetet. Kharkov városának védelme az ukrán vezetés korrupciója és inkompetenciája miatt vált lehetetlenné szerinte. A védelmi alapok ellopása és a valós védelem hiánya komoly veszélybe sodorta a város lakosságát, és megkönnyítette az orosz támadások sikerét. Az ukrán nyilvánosságban a videó megjelenése óta éles vita folyik arról, hogy valójában milyen védelem volt az orosz határtól mindössze 27 kilométerre található Kharkovnak és környékének az új orosz támadás előtt. A TASZ jelentése szerint az Orosz Védelmi Minisztérium központi személyzeti főosztályának vezetőjét, Jüri Kuznyitszóval altábornagyot letartóztatták. A nyomozó hatóság már kérte a bíróságot, hogy rendelje el az altábornagy előzetes letartóztatását. Az információk szerint Kuznyitszó munkahelyén és otthonában házkutatást tartottak. Kuznyitszó 2010 és 2023 között az orosz fegyveres erők fővezérkari hivatalának 8. igazgatóságát vezette, amely a nemzetbiztonsági titkok védelmével foglalkozik. 2023. májusában nevezték ki a Védelmi Minisztérium központi személyzeti főosztályának vezetőjévé. A letartóztatás másnapján kedden Andrei Belousov, az Orosz Védelmi Minisztérium új vezetője több fontos kijelentést tett. Bialóuszov elismerte, hogy az orosz hadsereg bizonyos posztokon létszám problémákkal küzd, kijelentette, hogy mobilizációra nem kerül sor. Hangsúlyozta, hogy az ukrán fegyveres erők gyorsan tanulnak, és hetente változtatnak a technológiák alkalmazásán. Bialóuszov prioritásként nevezte meg az ukránában harcoló orosz egységek fegyverellátásának biztosítását. Ezen kívül Vladimir Putyin feladatként szabta meg számára az orosz hadsereg integrálását az ország gazdaságába, ami a katonai kiadások hatékonyságának növelését jelenti. Bialóuszov hangsúlyozta, hogy minden hatékonyság, fel kell használni a győzelem érdekében. Az orosz nyilvánosságban általános várakozás övezi az új technokrata katonai múltal nem rendelkező, elismert gazdasági szakember érkezését a Védelmi Minisztérium élére. Ahogyan hétfői hírmixünkben már jeleztük, a Financial Times szerint Belousov korumpálhatatlan meggyőződéses és munkamániás. Az orosz nyilvánosságban most többen arra számítanak, hogy minden olyan felelőst, aki bármilyen módon akadályozta az orosz hadsereg céljait, megtalálják. Ezért számítani lehet még lemondásokra vagy letartóztatásokra. Eközben az új orosz védelmi miniszter Andrei Belousov kedden azt mondta, hogy új szabályok léptek életbe az orosz védelmi minisztériumban az érkeztével. Idézem őt. Hibázni lehet, hazudni tilos. Anthony Blinken amerikai külügyminiszter kedden Kievbe vonatozott, az utólag kikerült képek szerint egy lengyel vasútállomásról. Az ukrán fővárosban Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel folytatott találkozója után Blinken elmondta, hogy az Egyesült Államok által biztosított jelentős segélycsomag egy része már most ott van Ukrajnában, és további támogatás és úton van, amely, idézem, valódi különbséget fog jelenteni a harcban. Ez a látogatás az első magasrangú amerikai tisztviselő látogatása, amióta a kongresszus elfogadta a sokáig késleltetett segélycsomagot. Mindeközben Ukrajna csapatai jelenleg már Kárkovot is védeni kénytelenek, valamint egyre erősebb támadásokkal néznek szembe a korábbi front több részén is. Blinken hangsúlyozta, hogy ez egy kihívásokkal teli időszak Ukrajna számára, de az amerikai segítség hamarosan megérkezik, és ennek jelentős hatása lesz. Zelenszky külön kiemelte, hogy a légvédelmi ellátmányok terén van a legnagyobb hiány, különösen Karkov közelében. Blinken titokban érkezett ki ebbe vonattal, és a látogatása során több ukrán tisztviselővel köztük Dimitro Kuleba külügyminiszterrel is találkozott, valamint beszédet tart az ukrán jövőjéről egy egyetemen. Az amerikai tisztviselő elmondta, hogy a látogatás célja erős jelzést küldeni az ukránoknak, hogy az Egyesült Államok továbbra is ott van mögöttük, nem hagyta őket magukra, és támogatja őket ebben a nehéz időszakban. A hétvégén Vladimir Putin az új kormányába új védelmi minisztert nevezett ki Szergei helyére. Andrei Belousov kinevezését úgy nyugaton, mint Oroszországban jelentős változásnak tekintik. A Financial Times Belousovot, aki korábban az orosz kormány első miniszterelnök helyetteseként szolgált, tisztességesnek, technokratának írja le, aki sosem szolgált a hadseregben és nem rendelkezik saját hatalmi bázissal, hatalomban lévő barátokkal. Korrumpálhatatlan, meggyőződéses és munkamániás a brit Lab szerint. Az új miniszter kinevezése jelzi Vladimir Putyin szándékát, hogy alapvetően megváltoztassa a hadsereghez való hozzáállást, és szigorúban felügyelje az ország rekordmértékű védelmi kiadásait. Bialuszov az orosz sajtóban is nagy népszerűségnek örvend, ugyanis nem a semmiből jött, és nincsenek barátai, értekkörei, kizárólag Putyinhoz köti hűség. Az egyik első nyilvános szereplésén éppen arról beszélt, hogy a drónok, amik talán a legfontosabb eszközök az orosz-ukrán konfliktusban számos elemükben még orosz gyártás esetén is külföldi alkatrészekből állnak, és ezen változtatni kell gyorsan. Az orosz sajtó szerint, beleértve a kritikus sajtót is, azért ráesett az orosz elnök választása, mert hosszú ideje foglalkozik gazdasági kérdésekkel, és kiterjedt tapasztalattal rendelkezik az állami gazdaságfejlesztési szerepekben. Bielorusszadva a gazdaságfejlesztés minisztereként, az orosz elnök asszisztenseként, valamint az első miniszterelnök helyettesként is szolgált, ezen munkák során komoly szakmai tapasztalatot szerzett. Személyesen nagy szerepe volt abban, hogy az orosz gazdaság nem csak hogy kiállta a szankciókat, hanem erős növekedésnek indult. A legtöbb megszólaló szerint Putyin elnök alapvető változást szeretne a Védelmi Minisztérium irányításában, amely magában foglalja a védelmi kiadások szigorú ellenőrzését és az orosz védelmi ipar hatékonyabb integrálását az ország gazdaságába a védelmi minisztériumban felhalmozódott problémák, amiket a két éve tartó orosz-ukrán konfliktus hozott magával, mint például a katonák és a civilek fizetései, az ellátások, a kezelések és a lakhatás kérdései is szükségszerűen megoldást igényelnek. Galauszev kijelentette, hogy ezekre a problémákra prioritást kell helyezni, és hangsúlyozta, hogy a védelmi minisztériumban idézem, van munka bőven. Mivel széles körben elismerik a képességeit, kinevezése óta rengeteg olyan mém készült róla, ami jól szemlélteti, hogy mit várnak tőle. Az egyik ember a azt mondja Putyinak, hogy úgy számolta, 100.500 rakéta helyett gazdaságilag észszerűbb lenne egyetlen szármát típusú atomrakétával elintézni az ukrajnai konfliktust. Emellett, mivel az apai neve Removics, teljes nevén Andrei Removics Belausov, az apja neve ugyanis Rem volt, és ő is közgazdasági szakember volt, a Removics miatt hamar megkapta a neten a Rebovics és a Rembovics peceneveket. Ez utóbbi talán nem kell értelmeznem, az első az elektronikus zavaró berendezések orosz rövidítéséből származik. Általánosságban elmondható, hogy egy hatékony, racionális, minden papírt az élire állítva működő hadsereget várnak tőle az emberek, és nyilvánvalóan maga az elnök is. Microsoft váratlanul újra megnyitotta az orosz felhasználók számára a Windows és az Office frissítéseinek elérhetőségét, amit két éve szüntettek meg az orosz IPC címekkel rendelkező számítógépek számára. Az orosz gazdasági híroldal és tévécsatorna az RBK szerint a Microsoft ezzel kapcsolatban eltávolította a regionális korlátozásokat, és lehetővé tette a frissítések közvetlen letöltését az operációs rendszer frissítési központján keresztül, vagy a hivatalos letöltési központból. Korábban az orosz felhasználók nem csak, hogy nem tudták frissíteni a Windows-t, hanem frissíteni sem tudtak a 10-esről a 11-esre, és emellett is számos más technikai problémába ütköztek, amelyek miatt kénytelenek voltak VPN szolgáltatásokat igénybe venni. A VPN szolgáltatások lehetőséget biztosítanak arra, hogy az adott számítógép egy másik országban lévő gépen keresztül csatlakozzon az internetre, vagyis így az interneten látszólag görög, brazil vagy éppen amerikai gépnek tűnjön és ne orosznak. Az emberek többsége azonban nem tud arról, hogy mi az a VPN és hogyan működik. Így többségük számára a Microsoft termékekkel problémák voltak, annak ellenére is, hogy azokat legálisan szerezték be, tehát korábban fizettek értük. Az RBK szerint a Microsoft nem akarja elveszíteni az orosz piacot, és törekszik arra, hogy megőrizze ügyfeleit és az üzleti tevékenységét az országban. Több orosz IT cég is megerősítette, hogy továbbra is hozzáférnek a Microsoft szoftvereihez, az új licenszek aktiválása sem állt le, annak ellenére, hogy az amerikai vállalat korábban nagy nyilvánosság előtt korlátozások bevezetését ígérte. Ezek a korlátozások azonban látszatintézkedések voltak, most pedig ezek többségét is csendesen visszavonták. A Microsoft képviselői szerint a cég vizsgálja a felhő alapú termékekhez való hozzáférés felfüggesztésének kérdését annak érdekében, hogy minimalizálják a szükségtelen szolgáltatás kieséseket, ami azt mutatja, hogy a cég igyekszik rugalmas maradni, miközben figyelembe veszi, hogy milyen károkat okozna neki, ha nyilvánosan is felvállalná az Oroszországba való visszatérését. India és Irán aláírtak egy fontos tíz éves megállapodást, amely megerősíti az indiai műveleteket az ománi öbölben található Csába hár kikötőjében. Ez a hosszú távú elköteleződés Teherában került formalizálásra, India kikötőkkel, hajózással és vízi utakkal foglalkozó miniszterének jelenlétében. Őször van Anderson -a valamint iráni kollégájának Merdett Bezerpasnak aláírásával. A megállapodás, amely három évig tartó tárgyalásos során jött létre, és olyan kérdéseket érintett, mint a választott bírósági eljárások, biztosítja India operatív irányítását a Csabahári kikötő Sahid Behesti terminálján. Ez kiterjeszti a 2016-ban kötött kezdeti egyezményt, amelyet évente megújítottak, és most egy stabilabb és hosszabb távú együttműködésű keretet nyújt. A szerződés aláírásakor Szonóval kiemelte a Csabahári kikötő stratégiai szerepét a regionális összeköttetések erősítésében, amely nem csak Iránt, hanem Afganisztánt és a közép-ázsiai államokat is összeköti Indiával, megkerülve az űrzavaros Perzsa és a hormuzi -Szaros térségét. A kikötőt az észak-dél nemzetközi közlekedési folyosó kulcsfont fontosságú elemeként tartják számon, amely rövidebb és gördülékenyebb kereskedelmi útvonalakat kínál a régió fő gazdaságai között. Az új megállapodás értelmében az indiai állami vállalat az India Ports Global LTD körülbelül 120 millió dollárt fektet be a kikötői létesítmények fejlesztésébe Iránban, beleértve különféle daruk és anyagmozgatási berendezések beszerzését. Emellett India 250 millió dollár értékű hitelkeretet ajánlott fel a Csabahárral kapcsolatos infrastruktúrális fejlesztések elősegítésére. Csabahar stratégiai jelentőségét mind az indiai, mind az iráni tisztviselők kiemelték. A kikötő közvetlen hozzáférés nyújt a tengerhez, megkerülve Pakisztánt, és létfontosságú belépési pontként szolgál a szárazföldi Afganisztán számára, ami kiemelten fontos volt az indiai külpolitikai és kereskedelmi törekvések szempontjából. Különösen azért, mert a COVID-19 járvány idején India 2,5 millió tonna búzát és 2000 tonna hüvelyes terményt szállított át Afganisztánon keresztül Csabahar kikötőjén. Továbbá Csabahár fejlesztése kulcsfontosságú eleme India szélesebb körű geopolitikai stratégiájának, amely ellensúlyozza a kínai beruházásokat a pakisztáni kikötőkben, különösen Gwadarban. Az indiai operatív irányítás megszerzése lehetővé teszi India számára, hogy megerősítse pozícióit a régióban, növelve befolyását és képességét arra, hogy figyelemmel kísérje és szükség esetén ellensúlyozza a kínai érdekek által uralt regionális tengeri kereskedelmi útvonalakat. Az új megállapodás nem csak India érdekeit szolgálja egy régióban, hanem megerősíti szerepét a közép-ázsiai geopolitikában is. Ez megerősíti India elkötelezettségét a régió gazdasági fejlődése és gazdasági integrációja iránt, előkészítve az utat egy jövő felé, ahol Csabahár kulcsfontosságú szerepet játszik dél- és közép-ázsia kereskedelmi és politikai stratégiájában. Erről írt az a Hindu és a Hindustan Times is. Egyiptom hivatalosan is csatlakozott Dél-Afrika Izrael elleni peréhez a Nemzetközi Büntetőbíróságon amely Izraelt azzal vádolja, hogy megsértette a genocidium egyezmény kötelezettségeit a Gáza jövezettel szembeni konfliktus során. Az egyiptomi külügyminisztérium bejelentette, hogy Egyiptom, Törökország és Kolumbia is csatlakozni kíván Dél-Afrika keresetéhez Izrael ellen. A Nemzetközi Bíróság szerint valós a genocidium veszélye Gázában, és felszólította Izraelt, hogy tegyen intézkedéseket ennek megakadályozására. A Hamas mozgalom dicsérte Egyiptom döntését, hogy csatlakozik Dél-Afrika peréhez, amely az izraeli államot a palesztin nép ellen elkövetett népírtás vágyával illeti. A per végső ítéletének meghozatala több évet is igénybe vehet. Izrael tagadja a vádakat, állítva, hogy a tevékenységei összhangban állnak a nemzetközi joggal, és bírálta Dél-Afrika keresetét, mint alaptalant. Egyiptom hangsúlyozza, hogy a beavatkozása válasz az izraeli támadások súlyos budó mértékére és kálájára Gázában. Az egyiptomi külügyminisztérium szerint Izrael szisztematikus gyakorlatai a palesztinok ellen, beleértve a civilek szándékos célba vételét, az infrastruktúra megsemmisítését és a palesztinok elűzését súlyos humanitárius válságot okoztak, amely tarthatatlan körülményeket teremtett a gázai jövezetben, nyíltan megsértve a nemzetközi jogot, a nemzetközi humanitáriusokat és a polgári személyek védelméről szóló negyedik Genfi Egyezményt. Egyiptom felszólította Izraelt, mint megszálló erőt, hogy tartsa be a Nemzetközi Büntetőbíróság által kiadott idélenes intézkedéseket, amelyek megfelelő segélyszállítást és az izraeli erők által a palesztinok ellen elkövetett jogsértések mellőzését írják elő. Ezen kívül Egyiptom sürgeti az ENSZ biztonsági tanácsát és a befolyásos nemzetközi szereplőket, hogy tegyenek azonnali lépéseket Gázában tűzszünet elérésére, a katonai műveletek leállítására Rafah városában és a szükséges védelem biztosítására a palesztin civilek számára. Az izraeli hetes csatorna szerint viszont a palesztin hatóság elutasította Izrael javaslatát a Rafahi átkelő kezelésére. Izrael azt javasolta a palesztin hatóságnak, hogy küldjön képviselőket a Rafahi átkelőhöz, hogy részt vegyenek annak működtetésében. A Walla hírportál szerint Izrael azt követelte, hogy a képviselők ne hivatalosan a palesztin hatóság nevében cselekedjenek, amit négy magasrangú amerikai, izraeli és palesztin tisztviselő is megerősített. Amerikai tisztviselők szerint az izraeli feltétel felháborította Mahmoud Abbas elnököt és tanácsadóit, akik világosá tették az Egyesült Államok és Izrael számára, hogy nem fogadnak el olyan megoldást, amely rejtett működést jelenten a Rafakban. A tanácsadók szerint a palesztin hatóság visszatéréséhez a Rafaki átkelőhöz szélesebb politikai lépés kellene, amely tartós kilátásokat is kínál, nem csak egyszeri intézkedést, amely kizárólag az Izrael és Egyiptom közötti válság megoldására szolgál. Joe Biden úgy döntött, hogy extrém módon megemeli több kínai importárú vámját, különösen az elektromos járműveket, amelyek esetében a tarifa a négyszeresére. 25%-ról 100%-ra nőtt. Vagyis mostantól 100%-os vámmal büntetik a kínai elektromos autók behazatalát az amerikai Egyesült Államokba. Ez a döntés része annak a 18 milliárd dollár értékű kínai importot érintő vámemelésnek, amely olyan termékeket is magában foglal, mint a félvezetők, acél, alumínium és orvosi eszközök. A vámemelések célja az amerikai kormány hivatalos kommunikációja szerint az amerikai gyártók védelme és a Biden kormányzat szerint a kínai áruk alacsony ára most már veszélyezteti az amerikai gazdasági biztonságot. A kínai kormány élesen bírálta az amerikai döntést, amely szerintük sérti a két ország vezetőinek korábbi, személyes megállapodását és negatívan hat a két oldalú együttműködésre. Peking azt ígérte, ennek az amerikai döntésnek következményei lesznek. A kínai kormány azért fog erre a döntésre a szerinte szükséges arányban reagálni, mert szerinte azok az amerikai vádak, miszerint Kína túltermelést folytat az elektromos járművek és más zöld technológiák terén valótlanok az amerikai piacvédelmi intézkedéseknek átszázott döntések célja valójában a kínai fejlődés korlátozása. Az, hogy Kínát akadályozzák. Kína vezetése ezért azt hangsúlyozza, hogy a nemzetközi piacon a verseny és az innováció az, ami lehetővé teszi számukra, hogy ilyen mértékben növekedjenek. Az amerikai állítások szerint csak arra irányulnak, hogy korlátozzák Kína versenyképességét, és sorozatban sokat gyára hoztak az amerikaiak olyan döntéseket, amelyek kifejezetten kínai cégek vagy kínai stratégiai érdekek ellen irányultak, ezeket pedig nyíltan kommunikálják is. Ilyen eset például a cégcokra egyedileg rászabott törvény, amely konkrétan arra akarja rávenni a cég kínai tulajdonosait, hogy adják el a szolgáltatást egy amerikai cégnek közel egy éven belül. A nemzetközi sajtóban még a Kínával bonyolult viszonyban álló országok felületein is, például a Vietnámban és kiemelt helyen szerepel ez a keddi hír, a kínai álláspontot és az érveket is bemutatva. Ez volt a heti hírmix, az Ultrahang heti nemzetközi hír összefoglalója. Ha tetszett, akkor arra kérem, hogy nyomjon erre a videóra egy lájkot, ha pedig igazán tetszett, akkor küldj el az ismerőseinek is. Köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra!